A Városháza előtti téren advent második vasárnapján a feldíszített karácsony felőtt Orosz Réka, az országos adventi szavalóverseny külön díjasa, szavalata után F. Kovács Sándor, térségünk és városunk országgyűlési képviselője gyújtotta meg az adventi koszorú második gyertyáját, és kívánt jó Mikulás várást a megjelent sok kisgyermeknek. Amikor itt körbenéztem, azt láttam, hogy nagy az izgalom. Valakit várnak. Én örültem, hogy lehet, hogy engem várnak, de ahogy nézegettem az arcokat és a mosolygó szempárokat, láttam, hogy nem egy ilyen öltözékű embert várnak, hiszen nem fekete kabátosat, hanem piros ruhásat, lehet, hogy szánnal érkezőt, vagy kocsival érkezőt, és nagyon készültem, hogy egy komoly beszédet mondok itt az adventi gyertyagyújtásról és a most következő gyertya meggyújtásáról, de azt látom, hogy a közönség soraiból már az izgalom valaki mást vár. Nem tudom, tudjátok-e, hogy kit vártok itt most nagyon? Így van, elhangzott, és én Kenderesről jöttem, és az úton már láttam a Mikulásnak ugyan nem a szárnyát, mert nincs nagy hó, hanem láttam a lovaskocsiját, mert Karcagon kivilágított lovaskocsival jön a Mikulás, és nem soká ide fog érni. Én szerintem, mire meggyújtom a második gyertyát, addigra megérkezik, és a jó gyerekeknek ajándékot, a rosszaknak, pedig itt nincsenek rosszak, azoknak virgácsot hoz. Én kívánom azt, hogy minden kicsi gyermeknek, minden fiatalnak, minden testben vagy lélekben fiatalnak nagyon sok áldást és ajándékot hozzon a Mikulás, és kívánok mindenkinek boldog, békében telő adventet és áldott karácsonyt, és akkor nekem már nincs más feladatom meggyújtani a második gyertyát, hogy a Mikulás, amikor a szánnal ide érkezik, akkor lássa, hogy pontosan ide a karácsonyfához kell leszállnia, úgyhogy várjuk, és hogyha tudunk neki énekelni valamit, csalogassuk majd elő. A gyertyagyújtás közben a Mikulás is megérkezett, és a Városháza erkélyéről integetett a gyermekeknek. Szaloncukrot osztott, majd lovasintójával tett egy kört a városban, mielőtt tovább indult volna, hiszen sok településen vártak még rá.